kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket, és nekem mindig furcsa és érdekes vendégeim vannak, akiknek fontos mondani valójuk van. Mai vendégem Kisfaludi György, néhányan ismerik, mert régóta tart előadásokat. Nehéz őt valamilyen kategóriába berakni. Időfizikus, időfilozófus vagy, hát minden esetre a természettudományok és az ezotéria között levő hídon sétáló embernek tudnám oda-vissza, bemutatni. Igen, igen. Oda-vissza. Mikor, melyik térfélen vagy, és kétféle dologról szeretnék veled most így beszélgetni. Az egyik ugye az idő természetéről, amit nagyon régóta kutatsz, és mindenképpen szeretném, hogyha a gravitációs távcsőről is beszélnél, meg bemutatnád, mert földhöz ragadtabb, tehát magamhoz hasonló embereknél, földhöz ragadtabb embereknek ez nagyon érdekes és impresszív, hogy egy barlang mélyéből is lehet látni, pontosabban nem látni, hanem érzékelni az égitestek mozgását. És ez a csillagászatot is nagyon megdobná, ha a csillagászok némileg nyitottabbak lennének, de hát sajnos ez a terület az, ahol azt se tudják, hogy működik a nap. De most nem őket akarjuk. Mint hőerőgépészt, ezt azért érdekes neked, mert igen, vagy robban, igen. Vagy nem. Úgyhogy... Na, akkor vágjunk bele a közepébe. Ugye az időről mindenki azt gondolja, hogy nincs itt semmi látnivaló, meg tudjuk mérni pontos órákkal. Tulajdonképpen jó, van az Einstein-féle relativitás, meg fénysebesség környékén, meg fekete lyuk peremén máshogy múlik az idő, de hát az a teleki téri piacon nem találkozunk. Az már nincs is. Az már nincs is. Valójában én azt gondolom, hogy valami mély tudatlanság és elhallgatás van a tér, az idő, azaz a vákum, a semmi kapcsán. A semmi az minden, és a mai tankönyvek azt mondják, hogy az maga a teljes üresség, de ez egy nagy tévedés, és a Gyurit erről szeretném faggatni, valamint arról, hogy vannak azért ilyen ősi kultúrákból megmaradt foszlányok, amit te rendszeresen összekötöd a saját eredményeiddel. Na, hogy is állunk ezekkel? Hát ugye mindjárt avval kell kezdeni, hogy a tudomány valahogy elfeledkezett dolgokról, mintha nem lenne fontos. Mondjuk hullámokról beszél, kettős természete az anyagnak, hogy hullám meg részecske, arról beszélnek, tanítanak mindent. Csak egy nagy baj van. Egy büdös kukkot nem vonnanak arról, hogy mi kelti a hullámokat. Most, bocsánat, tehát olyan hullám nem létezik, amit nem keltett valami. Azt mondjuk az atomok, de az atomokon belül mi kelti. Ja, arról nem is beszélve, hogy az anyag is hullám is, meg részecske, mondjuk egy elektron. Ez látszik a méréseknél minden, hogy hullám, ilyen, meg ütközik is. A megfigyelésektől függően vagy hullám, vagy részecske, mindkettő tud. Ez tévedés, lenni. Ez a nagy tévedés. És ez ott van a pláne, hogy itt rontották el, ebbe fulladtak bele, hogy nem tudja eldönteni, majd amikor becsapódik, eldönti, hogy most részecske volt, vagy hullám, ilyeneket mondanak, nagy nevű a Wheeler, meg ilyenek, aki leírta a téridőt, tehát a Wheeler, az egy amerikai csillagász volt, az leírta a téridőt, az jól írta le, egy félspinű teret írt le, 60-as évek, tehát nem most. Senkinek nem kellett, mert bonyolult volt nekik, ez a koordináta rendszer, ezt már megszoktuk, azt jó. Megírta a Téridő fizika című könyvét a 60-as években, igen. Magyarul is megjelent később. Igen, igen, és a Wheeler már jó felé kaparászott, hogy a tér ez egy hullámszerű valami. Igen. És a téridő, na itt a téridőről van szó, de lehet-e téridőről beszélni, az egy folyamat.
Tehát maga a téridő egy folyamat. Mi az, ami a folyamatot fenntartja és működteti? Hát nem lehet más, csak egy valami, az az idő. Tehát akkor az időt kellene először megtudni, hogy micsoda, aztán téridőzni. Tehát a Minkowski, az Einsteinnek volt a matematika professzor a Zürichbe. Azt mondta, hogy egy gömbszerűen terjedő valami az idő. Ez már majdnem jó. Mert skaláris. Tehát nincs neki ilyen irányultsága, hanem mindenfelé egyszerre terjed. Aha. Hát innen már csak egy lépés, hogyha meghatározzuk az időt, akkor már utána ebből lehet csinálni a többi dolgot, téridőt is. A téridőre is próbálkoztak, hogy az XYZ-hez is hozzátették a C-szertét. Tehát, hogy fénysebességgel terjedő valamilyen idő, de ebből is hiányzik egy alap valami, egy alaprezgése az univerzumnak, ezért nem találják az antianyagot. Van antianyag, de hol a fenébe van? Azt mondják, hogy megsemmisült, ütközött az anyaggal, és akkor megsemmisült, eltűnt, és kész. Hát persze így lehet eltüntetni a problémát, hogy nem beszélünk róla, ne is beszélünk róla, nincs itt semmi látnivaló, amit mondtam. Na, hát de van. És én ezzel kezdtem foglalkozni, de 40 éves voltam, már mondom, nem akarok én már hülyén meghalni, mert ez a téridő, amit itt nekem előadnak, olvastam rengeteg szakkönyvet, rosszabbnál rosszabb. A Wheeler volt valamennyi, vagy a Minkowski volt valamennyi, egy dinamikus időről beszélt legalább. Igen, de összerakta a vektorokkal, mert az XYZ az csak egy vektor. Na most, akkor a skalárt összerakja a vektorokkal, azzal azért úgy van nekem némi problémám. Na. Tehát, ja, és nincs se forrása a téridőben. Igen, azt gondoljuk, hogy, és ezen egyébként folyik a vita, hogy volt-e ősrobbanás, mert az ősrobbanás előtt nincs is idő. De téridő sincs akkor. A téridő sincs. Na jó, mert az anyagi részecskék csak téridőben tudnak fennmaradni, mert az anyagi részecskéknek része a téridő. Ezt nem mondja a fizika. Szerintem áltudomány az, hogy na mi volt az ősrobbanás előtt, vagy volt egyáltalán ősrobbanás. Soha egy pap nem, találta ki. Soha nem tudjuk ellenőrizni. Tehát ez De azért logikailag azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy van-e olyan fekete lyuk, amiben az univerzum teljes tömege, és az energiának a teljes tömege benne van. 25 milliárd fok hőség, de nem definiálta a fénykvantumot. Ja, elektromágneses hullám, tudom. Aztán érdekes anomáliák vannak ott is, tehát nem definiáltam. Mert a fénykvantumok egyáltalán nem olyanok, mint amit nekünk tanítanak. Minden egyetemen ezt fújják, megvan, nem is érdemes már fizikával foglalkozni, minden föl van fedezve. De nincs fölfedezve, mert nem tudják, mi a fény, nem tudja, mi az anyag, nem tudja, mi az élet, nem a lényeges dolgokat nem tudja. Ugye azt mondják, hogy a fény egy transzverzális hullám, és minden tankönyvben rendkívül rosszul rajzolják fel ezt az nincs ágyát. Elcsúszva a mágneses tér. Ez az. Csak eldöntve, de nincs fázisban, mert az egyik színusz, a másik koszinusz. Igen, de ezt mind rosszul ábrázolják, hogy egyszerre van a maximumon is, és a minimumon is az elektromos tér is, meg a mágneses nem, tér is. Hát nem, de ezek nem. Felváltva vannak maximumon. Ezek felváltva, mert különben megsértenénk az energia megmaradás törvényét. Az egyébként is megdőlt már. De legalábbis a tankönyvekben egyik fejezetben leírják, hogy van egy energia megmaradás, majd két fejezettel odébb, ahol a fényről az elektromágneses sugárzással foglalkoznak, ott meg tagadják azt, mert egyszerre van minimuma és maximuma, tehát egyszerre nulla az energia, majd maximumra növekszik, majd a tankönyvek szerint újra nulla, hát ez marhaság. Igen, az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet megmondta volna a fizikusoknak, hogy merre kell keresni. Ugye, mert a C az a határsebesség, nincs tovább, itt a vége, fussávéle, mert a fénysebességnél gyorsabb nincs. Kivéve a Gyevi bírót. Az transzverzális hullám, de Tesla találta meg a longitudinális hullámokat, és vannak torziós hullámok is, igen. Ami a biológiában biztos ott van, igen. Telepátia formájában is, igen. De a tankönyvekben nincs ott. Hát a tankönyvek, hogy is mondjam, hát kicsit retardáltak nekem.
Ez van, de hát ugye a műsornak azért ez a címe, hogy tabuk, tények, titkok, mert ezekről tabu beszélni. Tény az, hogy van, létezhetnek ilyen hullámok, és ebbe sok a titok, mert én úgy tudom legalábbis, hogy a US Navy, tehát az amerikai haditengerészet, a tenger alatt járó kommunikációjába használ longitudinális hullámot, tekintve, hogy az átmegy több kilométernyi vízen, míg a transzverzális hullámot pár száz méteres vízréteg már teljesen elnyeli. Na most, mivel nem szeretnék, hogy a tenger alatt járók meg a Pentagon kommunikációját lehallgassák, ezért szép csöndesen kihagyták a tankönyvekből, és nincs ilyen kereskedelmi forgalomban levő rádióadóvevő, hogy longitudinális hullám. Igen, megint csak a fényhez kell visszatérni. Tehát a fény rosszul van definiálva, de nagyon. Nem is elektromágneses hullám, kezdjük úgy. Ugyanakkor fedezték fel a rádióhullámokat, amikor a fényel kezdtek vastagabban foglalkozni, még az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, de nem definiálták rendesen a fényt, hanem hozzácsapták az elektromágneses hullámokhoz, a rádióhullámok tényleg elektromágneses hullámok. De a fény az nem az. Hanem? Az a téridő jellegű hullám, és maga a téridő sem elektromágneses. Bármilyen erős mágnes fölött elviszem a lézersugaramat, nem téríti el. Bármilyen erős elektromos térbe két fegyverzet között meg tudom csinálni otthon, van megfelelő berendezésem. Mondjuk 100 000 voltot tudok csinálni, és a 100 000 voltos lemezek között átviszem, a fény nem foglalkozik vele, és megy tovább. A tömegek eltérítik. Minden tömeg, kis tömeg is. Tehát nem kell hozzá fekete lyuk, meg csillag, meg bolygó, meg nem kell. Ilyen 2 grammos lemezekkel meg tudtam csinálni, hogy eltérítettem a fényt. 2 gramm, nem megatonnák, hanem csak 2 gramm. Tehát olyan kis mérőeszközt eszeltem ki, háromféle módon is méregettem a gravitációs hullámokat, a fénnyel kezdtem el foglalkozni, és akkor derült ki, hogy ja, hát a fény az elektromos térre nem reagál, a mágneses térre nem reagál, bár ő azt mondják, hogy elektromágneses. Nem, téridő jellegű, ő egy másodlagos téridő. Tehát a téridőben született téridő. Ahhoz egy teljesen más téridőt kell felállítani, mert az, amit nekünk most téridőnek előadnak, hogy van a 3 tér, meg egy idődimenzió, azt mindenki nyugodtan el is felejtheti, az úgy rossz, hogy van. Mert hozzárakták a vektorozás skalárt, tehát nem jó. De nagyon mondják, nagyon tanítják, nem ez, jó. Ez mindenkibe belesújkolják az iskolába, és akkor ugye a gimnazisták vagy egyetemisták föl se tudnak tenni kérdéseket, mert örülnek, hogy levizsgáznak, és nem kaptak egyest. Igen. Így van. És ha lázadni mer, vagy kérdezni, akkor kirúgják. Az én neve hallgató. Igen. Nem egyetemi beszélő, hanem egyetemi hallgató. Te kussoljál csak. Ez a szereposztás nyilvánvalóan, de most nem az a dolgunk, hogy az iskolai rendszert szídjük, hanem meséld el, hogy szerinted milyen. Tehát én kitaláltam egy érdekességet. Én érdekes módon elsőnek a téridőt rajzoltam le. Egy önmagát keltő időrendszer volt, amivel lerajzoltam. És akkor ennek már van köze ahhoz, hogy egy diffrakcióval úgymond egy icipici tömeg is eltérítheti. Úgy van, a diffrakciót azért kellett belerakni, mert az fölnagyítja nagyon jól. Tehát ha én csak egy lézersugarat méregetek, az egy kis pont. Abba a változás van, de nem látom a változást rendesen, ezért fogtam magam, és széthúztam egy Wolfram szállal, zárt csövön vezettem át a lézert, tehát nem, a fényel nem érintkezett a tömeg, amit köré rakosgattam, mert köré rakosgattam tömegeket. Ó, és nem volt mindegy, hogy milyen anyagot teszek oda. És ez egy zárt valami volt, mégis a zárt csövön keresztül ment. A végében volt egy Wolfram szál, a Wolfram szál így eltérítette a fényt, és akkor azt lerajzoltam a változást.
mindegy volt, hogy... Ez a Wolfram szála a fény útjába? A fény útjába, igen. Ez egy 005-ös Wolfram szála. Még ilyen ezermesterboltba vettem valamikor 5 forintért, tehát baromi olcsón vettem, hát az nagyon olcsó. Most az nagyon sokért lehetne megvenni. Ott volt egy ilyen hülye elvtársa, kitalálták, hogy ki kell az évvégén a raktárakat üríteni. És akkor minden raktárat kiürítettek, és kiszórták a szemétbe a drága alkatrészeket, mindent ki kellett szórni. Tehát ennél nagyobb kárt nem csinálhattak a gazdaságnak, mert az évvégén az emberek már megpróbálták az utolsó darabot is felhasználni, hogy ne legyen veszteség. Tehát butaság volt, na. Tehát úgy gondolta, hogy ezt így kell, de nem így kell. És a Wolfram szállat én onnan szedtem. És ez nagyon jó volt, mert kipróbáltam hajszállal is, azzal is működik, de nem olyan jól. Aztán csináltam egy érdekes kísérletet, azt már mostanában csináltam, hogy egy műanyag lefolyócső, PVC lefolyócső, 45-ös lefolyócső, és egy pingpong labdából egy félgömbön töntöttem, és ilyen négy ilyen kis tartóval belerögzítettem ebbe a csőbe, úgy, hogy körbe egy kör alakú rés van. Igen. Hát a rés, hát az már nagyon régi a fizikában. Igen, de kör alakú. Ráadásul olyan, hogy fajsúlyban nagyon eltérő anyagok vannak a két oldalán a résnek, mert a PVC cső meg az ólom között nagyon nagy az eltérés. És képzeld el, fókuszpontja van a semminek. Nincs benne lencse. Nincsen benne, így van. És mégis van fókuszpontja. Na most ettől kezdve, hát persze a fizikus haverjaim az földhöz csapták a kalapjukat, amikor meglátták meg, mutattam. És akkor, de hát működik, nézzél át rajta, és így, mint egy ilyen optika úgy viselkedik, torzít, mert nézzetes, mert maga a gravitáció is nézzetesen viselkedik, a távolság négyzetére. Így van, 1/4. Igen. És mivel nézzetesen viselkedik, ezért hát nem ilyen szép optikailag, de ha nézel vele egy ilyen valamilyen függőleges, viszintes hálózatot, akkor nagyon lehet látni a torzítást. És akkor igazából ez már a gravitációs hullámok mérés, ez megvan a csillagászoknál, ez az a gravitációs lencse. Rájöttek, hogyha mondjuk két galaxis van egymás mögött, vagyis ugye egyik a másik mögött, inkább így mondanám, akkor a hátsó galaxis nem látni ettől, ami közelebb van, de a fénye az így visszakanyarodik a tömeghatás következtében. Tehát a tömeg az hat rá. De ebben valami nagyon fontos dolog is kiderül, hogy van tömege a fénynek, mert hogy hatna rá? Tehát a fény az nem tömegtelen, mert most úgy tanítják, most már olvastam olyan cikkeket, amivel felsejlett, hogy mintha lenne tömege a fénynek, van. Ugye, a mai tankönyv azt mondja, hogy a fotonnak, tehát a fény hordozójának a tömege nulla, a neutrinónál van a vita, hogy van-e tömege, vagy nincs. Van, persze, anyagi részecske. Az nyitott kérdés. Van neki, csak nagyon pici, de van neki tömege. És a fénynek is van tömege, hát arról nem is beszélve, hogy hát mondjuk, hogy megnézed még a Laricsevet, vagy nem a Laricsevet, a függvénytábládat, talán még megvan. Megvan. Vagy valamelyik gyerekednek a függvénytáblája megvan. És a függvényi táblában érdekes dolgok vannak. Hogy megnézed a fény sebességét. Azt mondja, hogy vákumban minden szín egyformán megy. Ez sem igaz, mert nincs vákum. Hát a világűr nem vákum. Csak azt tanították, mondták, hogy ott légüres tér van. Lég ritka, de nem teljesen légüres, mert nem fújna a napszél. A napszél meg fúj. Ezt még vitorlást is csináltak már rá. Így van. Igen. De nem erre mondják, hát persze, repülhetnek benne részecskék természetesen. Igen, de azt mondják, hogy ott az teljesen légüres, tehát 10-12-es vákum van benne, mint az elektron mikroszkópomban otthon. Hát azt jól le kell szívni rendesen, hogy működjön, és az a lényeg, hogy az elektromágneses hullámokról össze-vissza beszélnek. Tehát ott van a Einstein, Podolsky, Rosen, ez három fizikus volt, ők megdöntötték a fénysebességet. Erről az einsteinisták valahogy nem beszélnek, mert baromi kellemetlen. Hát az Einstein már biztos megkönnyült öregségére, vagy mit tudom, miket találnak ki, mert felfedezték, hogy ketté vágják a fénykvantumot, és a két darabot elvezették két irányba,
és ha az egyiket átviszem baromi messzire egy polarizátoron, akkor ez is polarizálódik, csak 90 fokkal lefordítva. De nem fénysebességgel, hanem rögtön. Na most ezzel a polarizált játékkal lehetne telefonálni? Hát persze. Ugye, ez az a bizonyos kvantum összefonódás. Ez a kvantum összefonódás, úgy van. Zavaros egy, és homályos. Egy marad a két a darabja a fénykvantumnak, egy darab. De van egy kérdés, egy elektromágneses hullámot én ketté vágok. Lehet, igen. Ketté vágom az elektromos mágneses, hát azt lehet, persze. Na de két fele elvezetem, és azt a színusz hullámot, amit tanítanak, ezt ketté vágom. Én meg azt mondom, hogy nem, a fénynek forrás elemei vannak, és azok keltik. Tehát a fényben 7 darab forrás elem van. Ugye, jó, ezt ne felejtsük el, és még belefér a mostani beszélgetésünkbe, de az, hogy a fénynek forrása van, ez egy nagyon fura dolog, sokan felvetették már azt, hogy lehet az, hogy például egy atom, amikor gerjesztik, tehát fölmelegítenek egy darab vasat, olyan fényt bocsát ki, aminek a hullámhossza sokkal-sokkal nagyobb, mint az eredeti atom, ami kibocsátja. Hát ez hogy lehetséges? Ez nagyon jó kérdés. Tudnélék, az van, hogy az atomon belül az egy nagyon pakolt környezet azért egy atommag. Hát angströmön belüli. Igen, de olyan kicsi fénykvantum, hogy? Az atomon, a protonon meg a neutronon belül is van fény. Lehet fény. Egy Káron nevezetű fizikus fedezte föl a Sorbonon. Le is írta, 10-23-on frekvenciával méregette, hertz frekvenciával méregette, de azt találta, hogy az atomoknak a belső ismétlődése, mondjuk egy protonnak a belső, valami belső ismétlődése van, ami állandóan jön belőle, és ez 10-24-en hertz. Tehát ez óriási, ez a milliószor millió. Tehát az azért... Milliárdszor milliárd, 10-24. Nem, a 16-on az 1 millió. Az 1 millió, így van. Na, és akkor milliószor millió, az, ugye az lesz a 10-24-en, szerintem. Na, majd nézzél utána. Én 12-ennel szoktam számolni, az a milliárd, ugye? Igen, az a milliárd. Csak kétszer milliárd. Igen, akkor kétszer milliárd, így is jó. Tehát ő is rájött arra, hogy belülről valami keletkezik, és ő azt mondta, hogy fény van a belsejébe, a hidrogén protonjának. Fény van a belsejébe. Hogy lehet benne fény, amikor olyan kicsi? Így van. Hát a kozmikus sugarak hogy keletkeznek? Ami a fénynek most egy tartománya, ugye, a kozmikus sugárzás, a gamma után még fölfelé, és már egészen rövid hullámhosszú, milliméteres hullámhosszú valamik is vannak, amiket mérni tudunk, de az nem azt jelenti, hogy nincs annál rövidebb. Így van. A kavitációnál lehet észrevenni, hogy valami nem gömbölyű ezzel az egész elképzeléssel, mert hogy a villámcsapásnál az egész spektrumot megszórja egy zajjal a villám. A kavitációs robbanás, ami a villám lecsapásnál van, a villám csatornában, ott igazából egy hatalmas nagy nyomás keletkezik, aztán az hirtelen megszűnik. És a megszűnés okozza a kavitációt. Hát a buborék összeomlás szokott lenni. Igen, amivel te foglalkoztál is a buborék összeomlásával, igen, de ez a buborék összeomlás, ez tulajdonképpen megsemmisít atomokat. Eltűnik, ez megcáfolja az anyag megmaradás törvényét is. Ugye, mert eltűnik a létezésből. De a pisztolyrák így lövöldözi le az áldozatait. Igen. Kavitációs buborékokkal. Egy mechanikus lökés hullám. Mechanikus lökés hullám, és ott már megvan a longitudinális jel, amit az előbb reklamáltál. Igen. Tehát a téridő is ilyen, nem ilyen színuszos valami. Az nem azt jelenti, hogy a fény nem lehet színuszos, mert a benne lévő forrás elemek, amiről majd beszélünk később, talán, hogy az körbe-körbe másolódik időforrások, és ezek az időforrások kiáradásokat gyártanak, kupalakóakat, ami kanyarodik, ez a kígyófarka. Képzeld el, hogy benne van az unitárius egyház címerébe a téridőnek az alapelve. Na,
Sajnos itt kell az első beszélgetésünket befejezni, de innen fogjuk folytatni. Tehát az, hogy a régi kultúrák jelei hogyan kapcsolhatók össze ezekkel a kutatási témákkal. Nézőktől elbúcsúzunk azzal, hogy ugyanitt fogjuk folytatni egy hét múlva. Tartsanak majd velünk!